Vendégem a stúdióban Völgyesi Miklós, a legfelsőbb bíróság nyugalmazott tanácselnöke. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, kedves csokolom. Itt nálam utoljára 2015. októberében járt, ugye, amikor is első fokon előjárói vagy megrovást kapott Gergényi Péter, most részben változott az ítélet, kapott 400 000 forint büntetést is. Akkor nagyon elégedetlen volt azzal az ítélettel, most mit szól? Talán még inkább. Engedje meg a következőket bevezetőbe, hadd mondjam. Amikor a meghívását elfogadtam, engem elsősorban az vezérelt, hogy én nagy tisztelettel és megbecsüléssel gondolok vissza arra a hírtévére, amely 2006-ban az események kellős közepén pontos tudósítást adott mindarról, ami a fővárosban, illetve minden fontosabb a pláne a jellegű büntetői szempontjából fontosabb helyszíneken zajlott. Önök rendkívüli, nagy értékű, ma már történelmi értéket képviselő adatokkal kell, hogy rendelkezzenek. Én a magam részéről világéletemben, mint büntető jogász, a jogtudományokra alapozva tekintettem ki a világba, és ebben az ügyben is nem politikusként, nem politikai motivációkkal, amit elmondani tudok, erre alapozott. És talán egyik vezérlő motivumom a következő. Amikor a televízió székháza elleni ostromra ugye sor kerül, majd egészen az október 23-i éjjeli órákig zajló eseményekről nyilatkozatot tett a köztársaság elnöke, akkor a maga részéről azokat a elvi jogdogmatikai álláspontjait fejtette ki, hogy a jogállam nem tűri az erőszakot, és a jogállamban az erőszakot büntetni kell. A köztársasági elnök úr ilyen értelemben egyaránt beszélt a civilek által kétségkívül megvalósított olyan erőszakos cselekményekről, amelyek meg annyira jogellenesek, hogy egyesek által elkövetettről van szó, ugye, bűncselekményt valósítanak meg, ugyanakkor a rendőri szervek tevékenységét is ilyen értelemben értékelte. Sőt, szabad legyen felhívnom a figyelmet arra, ha valaki történetileg is utána akar menni az eseményeknek, a köztársaság elnöke először 2006. november 25-én a Népszabadságban adott egy nagyívű interjút több oldalon keresztül, majd későbbi másik különös figyelmet érdemlő nyilatkozata a következő évben, tehát 2007. szeptember 11-én az országgyűlés nyitónapján az ő személyes kérésére, kívánságára történt felszólalása tartalmát summáznám. Ennek pedig a lényege az, hogy a történtek után jogállamunk, fiatal jogállamunk próbája az lesz, hogy a történtekért, az erőszakos cselekményekért, és most hangsúlyozom a definícióját, jogállamiságról akkor beszélhetünk, ha a rendőri és politikai vezetők bíróság elé kerülnek, akkor és a cselekményeket most, bírói ítélet bírálja el. Akkor ez most megbukott? Ez a per? Meg. Ez a per nem erről szólt, ugye a védő is, Bárándi Péter volt az egyik védő, azt mondta, hogy az egész helyzet már az ügy kiindulásakor félreérthető volt, mert hogy úgy állították be, mintha a 2006-os rendőri erőszakról szólna, nem erről szólt, hanem arról, hogy a rendőrökkel szemben vétkeztek-e, vagy követtek-e mulasztást a rendőri vezetők, tehát megrovás pénzbírság, mert a rendőrökkel szemben nem jártak el helyesen. És a rendőri erőszakkal mi van? Hát akkor ugye anélkül, hogy itten különösebb dogmatikai fejtegetésbe kezdenénk, azért röviden említenem kell, hogy a bíróság, és ezért most én nem a katonai tanácsokat kifogásolom, az munkájukat, tudni kell, hogy a bíróságok csak abban a körben mozoghatnak, amit úgy hívunk, hogy törvényes vád. A törvényes vád pedig az a történeti esemény, amit az ügyész vád tárgyává tesz. Márpedig ebben az ügyben kizárólag azokat a katonai bűncselekményeket tették vád tárgyává,
amit a parancsnokuk az alájuk rendelt állomány feletti gondoskodási kötelezettségük tekintetében elmulasztottak. Hát ebbe egyetlen pofon nincsen, nincs egyetlen olyan cselekmény, amely életet, testi épséget közvetlenül veszélyeztetett. Miért nem ön szerint? Tehát ez most egy jogerős ítélet, akkor vége a 2006-os események vizsgálatának, tehát lezárul egy korszak ezzel az ítélettel? Hát proform igen, de szerintem nem. És egy nagyon jó kérdést tett fel nekem, mikor azt kérdezte, hogy hát miért nem? Ugye miért nem a valóságos történésre koncentráltunk? Először is el kell mondjam önnek, a rendőrség mindig parancsra cselekszik. Mint ahogy ez most tapasztalható, hogy most kivont karlappal nem rohamoz meg a rendőr, füttyögő embereket sehol, még a parlament környékén sem. A rendőrség mindig parancsra cselekszik, és akkor is, az elkövetési időben, és mind a mai napig, meg korábban is, kérem, a kormány politikáját a miniszterelnök határozta meg. Az ő akaratát a szakminiszterén keresztül érvényesítette, például adott esetben az országos rendőrfőkapitányon keresztül az egész apparátusnak. Na most kérem, a rendőr, hogy milyen parancsot kapott, ezt a kérdést kellett volna tisztázni. Ez azonban tisztázásra nem került. De vajon miért nem? Ugye az akkori események hátterét vizsgáló jelentés, a Balsai jelentés, hát önnek úgy szerepe volt ebben a, vagy abban a munkában. Azt mondták, hogy megkerülhetetlen lett volna Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök büntetőjogi felelőssége. Miért nem történt ez meg? Tanúként kihallgatták, nem igen, történt hát semmi. Igen, elég felháborító megoldás. Engedje meg, hogy akkor a következőt hadd mondjam. Lehet, hogy meglepő lesz az ön számára is. A feltett kérdésére a válasz itt van önöknél. Következő esetre gondolok. Akkor, amikor még ebben a televízióban olyan esti, szombatesti 8 órás fő politikai műsor idő volt, és interjúk hangzottak el, Gajdi Csotó főszerkesztő vendégül látta Kövér Lászlót, az országgyűlés elnököt, és feltette azt a kérdést, hogy a mindenért felelős miniszterelnök ellen miért nem folyik eljárás, és miért abban a szituációban van, ugye, hogy tanúként jelenik meg ebbe az ügybe. Kérem, legnagyobb meglepetésemre, és akkor engem szinte pofon is ütöttek, hallottam a ház elnök úrtól, hogy a Gyurcsány elleni büntető eljárás elmaradásának oka az, hogy az Egyesült Államok diplomáciai úton kifejezte azt az elvárását, hogy Gyurcsány Ferenc ellen se ebbe az ügybe, se egyébként vádemelésre ne kerüljön sor. Akkor értettem meg, hogy a Balsai jelentést lehúzhatom a WC-n. Önöknél van ez a riportanyag, én szerintem önök, ha akarják, visszakereshetik, és Kövér Lászlónak ezt az interjúját, ha meghallgatják, amit én itt most elmondtam, megtalálják. Íme ez a magyarázat, hogy miért nincs ennek az ügynek felelőse, és hogy lehetséges az, hogy a rendőrtisztek, akik egyébként főtisztek, akik parancsot hajtottak végre. Nem rendőrállam voltunk mi 2006-ban, hanem parancsot hajtottak végre, és hogy Gergényi hogyan és miképpen volt instruálva a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által. Ezügyben érdekes vallomások találhatók az országgyűlés Gulyás Gergely által vezetett bizottsága előtte elmondásaikba, ahol érdemes megnézni Bene László, Gergényi, az ügyészek és más olyan személyeknek a vallomásait, amelyek nyilvánosak, és amelyeket nem kényszerhatás alatt, nem az igazmondás kötelezettsége mellett elmondtak, és amelyekről, amit ott elmondtak, úgy hallgatnak most, mint a sír. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.